átadták az új, korszerű orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot Nyírtelek belterületén. A Királyvigadóval szembeni épület volt az egyetlen orvosi rendelő a településen, amelyik még felújításra várt. A beruházás tervezése még 2015-ben elkezdődött, majd amikor 2016. februárjában megnyílt a Széchenyi 2020 új ciklusának pályázati felülete, elsőként az orvosi rendelő felújításának pályázata érkezett be. Utána, amikor a kedvező döntés megszületett, akkor közel 60 millió forintot fordíthattunk az orvosi rendelőre, a védőnői szolgálat helyiségeinek megújítására, illetve ezekhez tartozó korszerű eszközök beszerzésére. Azért volt fontos, mert én azt gondolom, hogy az embereknek a legfontosabb az egészsége, hogyha az egészség van, akkor minden problémát le tudnak küzdeni ezáltal. Így összességében 60 millió forinttal gazdagodott Nyírtelek és Nyírtelek lakosai is. A beruházás nem csak esztétikusabbá tette az épületet. Az energetikai felújítás, szigetelés, külső-belső nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése és az új fűtési rendszer beszerelése is a fejlesztés részét képezte, ahogy a teljes akadálymentesítés és a szakmai tartalom bővítése is. Az iskolások és felnőttek számára egyaránt használható szemléltető eszközöket, valamint kisebb-nagyobb orvosi eszközöket is beszereztek. Kiemelnék két nagyobbat, ami értékében is kiemelkedik, egy 24 órás vérnyomásmérő monitor, illetve szintén a szívérrendszeri betegségeket kezelését, diagnosztikáját, szűrésében vesz részt, egy Bokakar index mérő készülék, ezzel az alsó végtagi érszűkületet lehet nagyon korai stádiumban szűrni, és a vizsgálat előnye az, hogy nagyon nagy tömegben gyorsan végezhető, ezáltal a veszélyeztetett csoportoknál akár évente át tudjuk szűrni itt az egész települést. Hazai forrásban lehetőség volt az elmúlt időszakban sportparkokra is pályázni. Ez a lehetőség ráadásul már nem csak a megye székhelyek és nagyvárosok számára elérhető, hanem a kisebb településeknek is. Nyírtelek, mint egy kisváros, de akár kisközségek is pályázhattak, és örömmel jelentettem be itt, hogy mintegy 150 négyzetméteres területen, itt a város területén egy sportpark fog létesülni, erről már a nyertes pályázati értesítés megérkezett, még a támogatási szerződést nem kötötte meg a település önkormányzata, de ez azért jó, mert egészségtudatos életmódot folytathatnak itt, nem csak a fiatalok, hanem középkorok, idősebbek is. Ez a település kiemelt részén a Dózsa-György utcában kap majd helyet a hamarosan megépülő sportcentrum részeként.